Tiszteletem, jó napot kívánok! Van itt nálam egy darab Opel kulcs, egy 4 légzsákos Opel Astra 1998-ból, 171.000 kilométert futott, ABS-es is, és 4 légzsákos, és a légzsákok egyben vannak, mind a 4 darab. Az autó tökéletesen jól indul különben, és lehet vele menni az autóval, tehát a lábán az autó gurul, veszi a sebességeket, azt mondjuk neki, hogy menjünk hátrafelé, akkor ugye hátrafelé fog menni, tehát az autó lábán föl fog menni a trélerre. Na miért megy fel a trélerre? Ugye mert sajnos az autó, ez össze van törve. Viszont jó extrai vannak, ugye ABS klíma, 4 darab légzsák, állítható kormány és ülés magasság van benne, illetve van itt 4 darab elektromos ablak, elektromos tükrökkel, és az ülései szépek, különben tiszták. Itt a hátsó lökhárítót, első lökhárítót betettük ide, itt vannak a dísztárcsák és az a hátébe be van téve, amúgy szép tiszta lenne a kárpitozása is az autónak, és volt itt egy, és van is benne egy darab gyári rádió magnó az autóban, természetesen ugye egy szervó kormány és ez a szerkezet. Csak nézzük meg kívülről, hogy mi is a problémája az autónak, hát beledőlt az árokba ez az autó, és itt a tetejét megnyomták, a hátsó ablak ez kitörött benne. Amúgy tényleg szép autó volt valamikor szegény. 1.6-os 8 szelepes a motor, nem 16, ez kicsit szerintem azért egy jobb motor, mint a 16 szelepes, elnézést az Opeléktől. Közben az autónak van egy vonóhorogja, és akkor itt van még a többi tartozék, van itt rendszámtábla, illetve a többi dísztárcsa az autóban. És akkor nézzük meg ezt a jobb oldalát. Ez úgy kicsit kulturáltabbnak tűnik, de itt is vannak rajta húzások és nyomások rajta, és az eleje, ami összetörött. De mondom, nagyon fontos, a légzsák egybe van benne, a motor az tökéletesen szép, tisztán, normálisan jár az autóban. A szélvédő épp, az egyetlen egy üveg van csak benne, különben eltörve, az pedig az a jobb oldali. Megpróbálom kinyitni az autó elejét, ez sikerült is most félkézzel. Itt láthatjuk ugye ezt a kis 8 szelepes mocit, ami elnyűhetetlen darab, ezt is kibírta, és itt az ABS agyunk is. Szerintem annyira nagyon nincs összetörve, különben itt az eleje, ez a része nem annyira veszélyes, talán ez a teteje, ami fontos, hogy lássák önök, hogy jöjjenek el, személyesen nézzék meg ezt az autót, várjuk ugye a szakemberek jelentkezését, akik remélhetőleg sikerül velük megegyezni, és már is vihetik haza az autót, trélerünk az van, tudunk segíteni. Köszönöm, hogy itt voltak, a viszontlátásra!